Napról napra növekszik az előállított és letartóztatott embercsempészek száma Szerbiában. Hallottuk a térség határrendészeti vezetőinek szabadkai összejövetelén. A konferenciát azzal a céllal szervezték meg a térség 7 országa számára, hogy megvitassák az aktuális migrációs helyzetet. A résztvevők közös stratégiát is kidolgoznak arra az esetre, hogy hatékonyabban tudják védeni az országhatárokat, amennyiben hamarosan újabb emberáradat indulna meg a régió országain át. A balkáni útvonal lezárását követően a migránsok egy része nálunk maradt. Őket a presevói és a sídi befogadó állomásokon helyeztük el. Illegális belépési kísérleteket észleltünk a Macedóniával és Bulgáriával határos szakaszokon. Azt is elmondhatom, hogy nőtt az embercsempészet száma. A macedón, a bolgár, a román, a magyar, a boszniai, a montenegrói és a szerbiai határrendészeti vezetők a német Hans Seidel alapítványnak köszönhetően találkozhattak Szabadkán. A német alapítvány immár másfél évtizede sikeres együttműködést folytat a szerbiai határrendészeti igazgatósággal. A konferencia által hatékonyabbá tehetjük az egymás közötti kommunikációt, és a szerbiai határrendészet eredményesebb munkát végezhet a szomszédos országok határrendészeti szerveivel a migránsválság kezelésének kérdésében. A szabadkai tanácskozás holnap ér véget.